hazavárunk, 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 indulj hát el hazafelé. Hazavárunk, 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 indulj hát el hazafelé. Május 19-én a Ceglid melletti Nyársapát rendezvényparkjában immár harmadik alkalommal került sor a Magyar Világ Találkozók rendezvénysorozata keretében egy egésznapos, ingyenes tömegrendezvény formájában a Magyar Konyha Világnapjának megrendezésére, amely egyúttal a 8 napos világtalálkozó záró eseménye is volt. Sok százan eljöttek a Ceglid melletti kis településre az ország minden részéből, a határon túlról, sőt, messzi országokból is, többek között az USA több államából, Brazíliából, Argentinából, Indiából, Mauritániából, Nigériából, a határon túlról Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról s a Felvidékről is. A vendégeket érkezéskor jó házigazdához illően egy kupica pálinkával fogadták. A himnusz közös eléneklésével kezdődött a nap, majd Kis Miklós Nyársapát polgármestere, mint házigazda, és dr. Tanka László, a Magyar Világ Találkozó elnöke, mint ötletgazda köszöntötte a vendégeket, és tartott rövid megnyitó beszédet. Majd Vér János, a főzőverseny szakmai igazgatója köszöntötte az egybegyülteket, bemutatva a kiváló szakmai zsűrit és a zsűri elnökét, Komlósi Mihályt. Vitéz Komlósi Mihály vagyok, a Vitézrend kulturális parancsnoka, zsűri elnök. Ezután a történelmi zászlók tengerében a délvidéki tambura zenekar és mazsorettek felvezetésével útra indult a menet a római katolikus templom előtti térre. Itt került sor a Lőrincz Gábor szentegyházi asztalos mester által készített székelykapu avatására. Esztergán Miklós tárogató művész és a helyi előadók után Földi László országgyűlési képviselő és Kis Miklós polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezután a rendezvény szervezői és kiemelt vendégei átvágták a szalagot, Kovács Miklós, római katolikus plébános megszentelte a székelykaput, felavatták az alkotást. Ezt követően a vendégek egy része a római katolikus Boldogapor Vilmos templomban szentmisén vett részt.
Ezzel párhuzamosan pedig a művelődési házban idegenforgalmi, gasztronómiai konferencia zajlott Nagyváradi Kis Anna műsorvezetésével. Kis Miklós és Tanka László elnökletével, a település és a régió idegenforgalmi nevezetességeivel, valamint a Panoráma Világklub 5 kontinenst behálózó társklubjainak életével ismerkedtek meg a jelenlévők. Köszöntötte a vendégeket többek között Bánkúti Ilona, amerikai-magyar 56-os szabadságharcos, Gyurica Gábor, a brazíliai világklub elnöke, és Apáti László, floridai cserkészvezető. Az egybegyűltek a messze földön híres nyársapáti szamócáról és a mézről is hallgattak kis előadást, melyeket a jelenlévők meg is kóstolhattak. Eközben a főző csapatok, köztük a Felvidék, Délvidék, Erdély, Kárpátalja csapatai részvételével megkezdődött a főzőverseny. Kik is saját ízlése, kedve és tudása szerint készítette el az általa választott ételt vagy süteményt, amelyeket pálinkáikkal együtt mutattak be a zsűrinek. Állítók nívó sportékáikat kínálták, a főzőcsapatok kóstolóra hívták a közönséget, és két nagy üstben készült a helyi ízekkel fűszerezett papgulyás. És természetesen volt kóstoló nyársapát országos hírű termékeiből, a szamócából és a szamóca pálinkából is. Közben a színpadon egész nap szólt különböző műfajokban a zene, az ének, neves előadó művészek, együttesek, kicsik és nagyok léptek a színpadra. Thank you.
Kora délután került sor a főzőverseny eredmény hirdetésére. Kis Miklós Zsolt államtitkár és Tanka László elnök jelenlétében Vér János és Komlós Mihály ismertette az eredményeket, s kiosztottak több mint 500 oklevelet és serleget a versenyzők között. Ezzel az eseménnyel ért véget a 9. Magyar Világtalálkozó 8 napos eseménysorozata, amelyen több ezren vettek részt a világtalálkozók jelmondata szellemében, határtalan összefogás értékeinkért. Hazafelé, hazafelé.